Az enyhe időjárás miatt a korábbi évekhez képest már hetekkel ezelőtt elkezdődött az idei allergia szezon. Februárban az éger és a mogyoró, márciusban a ciprus és tiszafa félék, a nyár, a kőris, illetve a juhar pollenszemei uralták a légkört. Áprilisban pedig jellemző, hogy nagyon sokféle allergén növény virágpora egyszerre található meg a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A házi orvos szerint pedig ilyenkor a leggyakoribb tünetek a nátha, ordugulás és a köhögés, mellett a szem- és orrvizketés. Aki már tudja, hogy allergiás, és azt is tudja, hogy mire, az a tünetek jelentkezése előtt célszerű, hogyha egy-két héttel már elkezdi szedni a gyógyszerét, ebben az esetben a tünetek nem jelentkeznek. Ha valakinél ez frissen jelentkezik, ebben az esetben nem az a teendő, hogy rögtön elszaradunk allergológushoz vagy tüdőgyógyászhoz, aki kideríti, hogy mire allergiás, hanem ilyenkor kezeljük a beteget, és a szezon lejárta után, amikor már nem kell gyógyszert szedni, akkor utána kell elmenni tisztázni, hogy mire allergiás az illető. A szezon egyébként évről évre egyre korábban indul és később is ér véget. Általában október-november környékén kezdődik a légúti allergiás betegségek csökkenése, mondja a szakember. Minden évben egyre több és több jelentkezik, ez gyakorlatilag egy urbanizációs ártalom. Jósolták már azt, hogy néhány év múlva tulajdonképpen minden második, harmadik ember allergiában fog szenvedni, valamiféle allergiában. A szervezet általában védi a testet a betolakodóktól, például vírusoktól és baktériumoktól, amelyek betegségeket okozhatnak. Az allergiás emberek immunrendszere azonban az ártalmatlan anyagokra, például pollenek, háziállatok szőre, poratka is úgy reagál, mintha káros lenne, és emiatt olyan folyamatokat indít el a szervezetben, amelyekkel védekezik ellene. Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el, sőt, szövődményként asztma is jelentkezhet.